napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm a stúdióban Cégmené Kelecsény Ágnest, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Nógrád megyei vezetőjét, aki annak apropóján a vendégünk most, hogy a tavalyi szünet után idén újra megrendezi a Nógrád megyei Prima gálát. Mit kell tudni erről a díjról, a Prima díjról, amit ezen a gálán kiosztanak? Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy erről a rendezvényünkről beszélhetek. Nekünk is nagy örömünkre szolgál, hogy 2019 után, ha 2020-ban nem is tudtuk megrendezni, 2021. október 17-én Alsópetényben a 16. Nógrád megyei Prima Gála megrendezésre kerülhet. A Prima díj alapítvány és maga a Prima díjnak a megalakítása Demján Sándor nevéhez fűződik. 2003-ban hozta létre ezt a díjat, mert úgy érezte, hogy vannak művészek, tudósok, pedagógusok, sportolók, akik nem kapják meg a megfelelő elismerést a környezetünkben, és erre egy lehetőséget teremtett. Az ő mondása volt, hogy akinek tele a zsebe, legyen tele a szíve, és ennek a gondolatnak a mentén kezdtük el szervezni a rendezvényt. Annyit tudni kell róla, hogy az országban minden megyében megrendezik, Nógrád megye az elődöm megrendezésével első között csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és nálunk 2004-től kezdődően van, és idén a 16-at rendezzük. Hány prímadíjat adnak át? Minden évben 3 prímadíjat adunk át. A sajtóanyagban, amelyet közzétettünk az előző prímákról, szerepelnek a nevek, mert nagyon nehéz dönteni és választani, és pont ezzel próbálunk segíteni, kik azok már, akik díjazottak. Eddig 43 díjat adtunk át, tehát idén ismét 3 díj kerül kiosztásra. A jelöléseket október 11-ig várjuk a jelölőlapokon, mind e-mailben, mind pedig személyesen is be lehet adni a Vosznógrád megyei irodájába. És az a legfontosabb, hogy a 10 kategória, amit országosan meghirdetnek, nálunk most tulajdonképpen bármilyen kategóriában lehet jelölést leadni, de 3 kategóriában fogunk győzteseket hirdetni. Ki az, aki jelölhet? Bárki szavazhat és javasolhat neveket? Bárki szavazhat, bárki javasolhat, kérjük a nevét, adja hozzá, hogy ő ezt a jelöltet szeretné támogatni, és a legfontosabb, hogy a jelöléseknél mindenképpen október 11-ig be kell érkezni a jelölésnek, mert a zsűri akkor dönt arról, hogy kik a nyertesek. Gondolom, ilyenkor azért viszonylag sok név be szokott érkezni javaslatként. Közülük hogyan választják ki azt a 3-at, aki végül majd a gálán megkapja a díjat? Hát maga a VOSZ vezetőség ből jön létre részben, illetve volt prima díjazottakból az a zsűri, aki dönt. Mind az egész megyét lefedjük, mind pedig tevékenységet. Biztos van benne szubjektivitás, de azért ezeket a teljesítményeket, amelyeket a jelölőlapon felsorolnak, úgy mindenképpen megegyezzük. Tehát nagyon sokszor van olyan, akit előző évben jelölnek, következő évben ismét érkezik jelölés, és akkor kapja meg a díjat. Országosan 10 kategória Igen. van a Prima Primissima díjátadón. Itt ugye szóba került, hogy itt most ilyen rugalmasan van kezelve ez, hogy végül aztán kikapja meg a díjat, tehát tényleg sportolóktól kezdve művészeken át, tudósokig, pedagógusokon át bárki megkaphatja ezt a díjat, ugye? Igen, igen. És a legelső Nógrád megyei Prima Primissima díjas példáját vesszük mindig magunk elé, amikor a jelölteket nézzük, azt is nézzük, hogy ki az, aki Nógrád megye hírét még tovább tudja vinni, és esetleg országos jelöltséget is élvezhet. Szerémi Gyula bácsi már nincs közöttünk, de ő volt az a pedagógus, akik miatt szinte létrehozta Demján Sándor ezt a díjat, hogy aki a környezetében elismerést szerez, arról tudjanak több helyen is, ne csak Nógrád megyében. Igen, és hogyha ugye Nógrád megyei Prima díjról beszélünk, itt ugye feltétel az, hogy vagy nógrádi születésű, vagy itt felnövő, tevékenykedő szakember igen. legyen, aki a díjat megkapja. Mi pontosan a díj, amit elnyernek? Dombi Liviának az üvegszobrát kapják, az adott kategóriának megfelelően, és nagy örömünkre szolgál, hogy a VOSZ által elkészített oklevelek mellé mi helyi
művészeknek az ajándékát is átadhatjuk a díjazottjainknak. A legkedvesebb történetünk ahhoz fűződik, hogy Balassa gyarmatra, amikor átvittük a rendezvényünket, önként jelentkezett az előző évi díjazott, hogy ő szeretne, ugyanolyan örömet szeretni a díjazottaknak, mint amilyenben ő részesült, és attól kezdődően az előző évi művészet kategória díjazottjaival kérjük fel, hogy készítsenek a következő év díjazottjainak ajándékot. Ugye említett, hogy Balassa gyarmaton is volt gála, ugye minden évben más helyszínen rendezik meg. Ez hogyan dől el, hogy egyébként az adott évben melyik település, melyik Nógrád megyei település ad otthont ennek a gálának? Az én szervezésemben 2015-től kezdtük el szervezni a rendezvényeket. A Salgótarjáni Prímát követően felajánlottam a polgármestereknek, akik a meghívottak között voltak, hogy ki az, aki szívesen vendégül látna bennünket, és egyfajta hólabdaként mindenki átadja a másiknak a lehetőséget. Tehát így voltunk 2015-ben Pásztón, 16-ban Balassagyarmaton, 17-ben Salgótarjánban, 18-ban Romhányban, és 19-ben a legutolsó rendezvényünkön Széchenyben. És most meg ugye Alsó-Petény, ahogy már említettük. Mit kell tudni erről a gáláról? Tehát erre csak meghívott vendégek mehetnek, vagy bárki érdeklődő, aki a kapacitásokon befér, az részt vehet ezen az eseményen? Nagyon szívesen látunk mindenkit, aki érdeklődik. Vannak meghívott vendégeink, de ezen kívül bárki, aki szívesen részt venne a rendezvényen, a helyek függvényében jöhet. Két évenként változik, van, amikor nézőteres rendezvényünk van, ez a helyszín függvénye, és van, amikor csak asztalos rendezvény. Idén Alsó-Petényben 120 főt tudunk vendégül látni, természetesen benne vannak a díjazottak és hozzátartozóik, illetve az országos VOSZ vezetőség is általában megjelenik és tiszteletét teszi a rendezvényünkön. Ugye Prima gálának hívják ezt a rendezvényt, de nem csak a Prima díjakat adják át. Milyen elismeréseket osztanak még ki ezen az eseményen? Az országos rendezvényhez hasonlóan mi kiosztjuk a kategóriák között a három Prima díjat, azokat az évvállalkozókat, akiket itt a megyében díjazunk, illetve két vállalkozó az országos vállalkozói napra, a Prima rendezvény napján meghívást kap az országos rendezvényre. Ezen kívül társadalmi szerepvállalási díjat osztunk ki, és Nógrád megyei sajátosság, hogy van két olyan díjunk, akiket szeretnénk, hogyha nem felejten el senki, és emlékezzünk rájuk, a T. Németh László és a Csillik Zoltán emlékdíj. És itt mondanám el, hogy az ajándékok kapcsán nagyon szimpatikus itt is, hogy a díjakat tudtuk bővíteni, mert a Csillik Zoltán innovációs díjnak a gazdája Csillik Zoltán felesége, aki a tavaly évtől kezdődően a 10 éves évforduló apropóján Párkányi Rapp Péter szobrát ajánlotta föl, és tavaly, és már idén is a Csillik Zoltán díj várományosa ezt a díjat kapja. A T. Németh László partneri névú díjat, T. Németh Lászlóról, újságíróról szeretünk megemlékezni, hisz aktív részese volt a munkánknak. Ő pedig a Bobály Attila volt Prima díjasunknak, aki már sajnos nincs közöttünk, a szobrát kapja. Tehát ez külön öröm, hogy mindenki hozzátette a saját területéről, amit tudott a rendezvény sikeréhez. Ezekre is lehet külsősöknek jelölni, vagy ez viszont már a szervezeten belül dől el, hogy ki az, aki végül az elismerést kapja? Ezt a szervezeten belül döntöttük el, mert mindenképpen az országos VOSZ vezetőség döntése szükséges hozzá, tehát az elnökség, mire a Prima rendezvényt megrendezzük, már hoz róla egy határozatot, és a díjazottakat mi, a VOSZ vezetőség és a vállalkozók határoztuk meg. A jelöléseket a három Prima díjra várjuk, bármelyik kategóriában. Milyen sztár fellépőkkel vagy fellépőkkel készülnek a Prima gálára? A sztárfellépők közül már részben ismerik a hallgatók, nézők, akik a Prima beharangozót szokták nézni, mert 2015-től minden évben készítünk egy beharangozót, amikor elmondjuk, hogy kik lesznek a jelöltek, és kikre lehet szavazni. Ott Kautsky Armand a magyar hangja a Nógrád megyei Primának, és most fellépőként is itt lesz. Nagyon büszkék vagyunk a Dűvő együttese, aki Prima díjazottunk, és Kubin Júlia, aki a
ifjú prímadíjas 2016-ban, tehát őt is vendégül látjuk, és ő is szerepelni fog, illetve tavaly nagy sikert aratott az Andiszín játszósai csoport, és őket is felkértük szereplésre. Ehhez a gálához majd sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy vendégünk volt. Én pedig köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem a rendezvényünkről. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!